Sokan azt gondolhatják, hogy az alváshoz szükséges tisztasági feltételek kimerülhetnek abban, hogy rendszeresen új ágyneműt húzunk fel, pedig nem így van. Az évek alatt a matracunkban rengeteg kórokozó, baktériumok, vírusok, gombák, esetleg még ízelt lábúak is megtelepedhetnek, amelyek nem csak rontják az alvás komfortérzetét, az ágyban töltött időt, hanem bizony az egészségünkre is káros lehet. Most megmutatjuk, mit tehetünk ellene. Egy biztos, hogy talán nem én vagyok az egyetlen, aki próbálkozott már otthon kárpit tisztítással, matrasz tisztítással. Méla, azonban azt gondolom, hogy ez nem sült el a legjobban. Egy biztos, hogy teljesen eláztattam a matracot a tisztítás közben, de látszólag nem volt az igazi. Melyek a legújabb technológiák, amelyekkel ma eredményt tudunk elérni? Hát nem te vagy az egyetlen, aki így járt. Ma már egyébként a száraz technológia a jobban elterjedt. Igaz, még akkora teret nem kapott, mint a vizes, mert a vizes technológiát mi ugye még használjuk az autómosásnál, a ruhamosásnál, és fura, hogy egy száraz technológiával jobb, vagy adott esetben sokkal jobb eredményt tudunk elérni, mint egy vizes technológiánál. A száraz technológiának azt nevezi a szakma, amikor a végeredmény lesz száraz, tehát nem áll a matrac 72 órán keresztül a víz. Ezáltal nem tud begombásodni, nem tud bepenészesedni. Melyik az a leggyakoribb ok, ami miatt valaki szakembert keres fel, és a matrac tisztítása mellett dönt? Én azt gondolom, hogy a légúti allergiák, és azon belül a házipor és a poratka allergia miatt keresnek meg szakembereket, hogy egy ilyen téli megfázásos időszakba befekszünk, különböző testnedveink belejutnak, vírusok, bakteriális dolgok megmaradnak a matracba, mi meg ott vagyunk, és szépen életbe tartjuk őket. Tehát akkor nagyon fontos, hogy nem csak a látványról kell gondolkodnunk ilyenkor, hanem ennél sokkal mélyebb és sokkal több problémát lehet megoldani? Igen, külön kéne vennünk az optikai foltokat, hiszen nyilván az is fontos, hogy látszatra szép legyen egy matrac, és ne maradjanak foltok, de van egy egészségügyi vonzata, ugye maga a tisztítás, fertőtlenítés, hiszen gondoljuk bele csak abba, hogy évente átlagban 2500 óránál többet töltünk egy ágyban. Az új matracot például ugyanúgy ki kéne tisztítanunk, mint mikor megveszünk a boltba egy fehér neműt, hazavisszük, és mielőtt hordjuk, előtte kimossuk. Ugyanúgy a matracot ki kéne fertőtleníteni, ki kéne tisztítani, hiszen gondoljunk bele, hogy egy üzletbe akár még kiállítási darab is lehet, illetve a gyártósorról, mikor lejön, akkor nem kitisztítva kapjuk. Nejlonozzák, csomagolják, szállítják, és a világ összes pontjairól érkezhet matrac az otthonunkba. Mit adná legfőbb útravalónak? Hogyan érdemes gondolkodnunk a matracunkról úgy, mint a lakás többi részéről, hogyha tisztításról van szó? Mindenféleképpen érdemes lenne a matracokra nagyobb hangsúlyt, nagyobb fókuszt fordítani, mert 6-8 órát benne töltünk, ahogy már említettem, onnan kéne kiindulni, hogy ott egy sterilebb körülmény biztosítsunk, és azért fontos az alvás minőség.